De előtte még, hát hagyj fogalmazzak így, nem megbántos senkit, essünk túl a Honvéd Pécsen, mert azt hiszem ez volt a forduló legrosszabb meccse. Legalábbis akik látták végig, azok azt mondták. De mindjárt meglátjuk, hogy így igazuk volt-e. Itt a Honvéd összeállítása, Lovrics visszakerült a védelembe, előtt pedig Délcek, aki 5 góljából 2-t most egymás utáni 2 fordulóban szerzett. És aztán itt a Pécs, Bodnár László nem csak a kezdőből, de még a keretből is kimaradt csapatkapitányként. Helyette a középpálya jobb oldalán Nagy Olivér kapott lehetőséget, előtt pedig Bajzát helyett Okoronkvo, aki meggyógyult, ő játszott Grumicsal. Pécsi labdája kerül át a túloldalra. Na nézzük, el tud-e menni Grumics. Bizony nagyon rosszul számította ki a labda ívét most debreceni Grumics. Visszakészíti lövésre, ott van a gólhelyzet, és meg is szerzi a Pécs a vezető gólt. A 9. percben gyakorlatilag az első ellentámadásából az összecsapáson. Okoronkvo a gólszerző. Debreceni borzasztó rosszul számította ki a labda ívét. Itt még egyedül van Grumics, de visszateszi a labdát. Okoronkvo lendületből jön, tol még egyet rajta. Kemenesnek nincs esélye. 4 honvéd játékos között tudta elvinni Okoronkvo. Zajkovics kapta vissza a labdát, nem volt kint. Nagy Olivér emeli be, Grumics viszont le sem van, így aztán a gól érvénytelen. A mozdulat azért a szép volt, tegyük hozzá, csak egyetlen szépség hibája a dolognak, hogy már sípolt a játékvezető, nem is kisles volt. Okoronkvo fetreng a földön, a barátot pedig kezdik megtámadni ott a pécsi játékosok. És piros lapot kap Barát. Na nézzük, mi történt itt. Ó, hát ez nagyon-nagyon csúnya volt. Még hogy nem ért Barát semmit, ez borzasztó csúnya volt. Itt pedig megindul 4 pécsi, sőt egy pécsi Bajzát személyében még ott is van elől. Bajzát kerül lövőhelyzetbe, Bajzát emeli a labdát és elmegy végül is keresztbe a kapu előtt. Lovrics mellett lőtte el, nyilván vagy feltételezem, hogy hosszú fölsőbe szánta Bajzát. Nézzük meg innen, igen. Bernes. Dibu szüti ki a labdát, de ellenfélhez, és aztán Diára fejesét megfogja a kapus. De itt igazából ez volt a veszélyes, ott nagyon sokan voltak Dibu előtt, csak ütni tudta a kapus, hát ez meg már nem volt olyan őrületesen nagy bravúr. Grumics és Zsivanovics, és a nevető harmadik Bajzát közben megszerzi a labdát, Demjén még mindig, ő sem találja el a kaput.